Ez a felvétel szombat délután készült Kecel határában. Látható, hogy borsó szemnagyságú jégdarabok estek, amelyek óriási kárt okoztak a mezőgazdaságban. Bodrogi Ferenc 6,5 hektáros meggyés szilvaföldjét is érintette a vihar. 50%-ban keletkezett a kár, az én megállapításom szerint, de 100% biztos, és ez olyan jelleg, hogy ezt nem lehet gyógyítani se. Egyáltalán. Mert ez a termésen, ha kifejlődik, akkor is ugyanúgy meglátszik minden jégverés. A termelőnek több mint 1 millió forintnyi kára keletkezett. De nem csak Kecelen tombolt a vihar. Kiskörösön olyan sűrűn esett a jég, hogy úgy látszódott, mintha havazna. A termelők szerint a szőlőföldeken 60%-os a kár. Itt már nem lesz ezen a két hajtáson szőlő. Van olyan hajtás is, amit a jég ketté vágott. 8-10 ütés látszódik egy kis száron. A gazdák aggódó szemei, gondolatai most itt vannak ezen a területen nyilván, de meg kell tenniük a megfelelő lépéseket, és a szőlőnövény csodálatos, kompenzálni tudja a dolgokat, de elkezdődött az a folyamat, amikor mindig csak kevesebb lesz a termés. Azt gondolom, hogy most egy 10-15%-kal már kevesebb lesz ezzel a jégveréssel. Ezen a részen, amit ért ez a jégverés. Bár a jég sok kárt okozott, az esőnek örülnek a gazdák, mivel eddig óriási aszály pusztított a földeken.